vagyunk, újabb kirándulás. És nem csak Gerivel, hanem egy közös boys kirándulás. Amit tudni kell erről, az útról, az az, hogy most szerintem büdös a szám. Kameramán alá tudja támasztani. És ez azért van, mert siettem ide meg minden. Nem most már arra arrafele. Lehet érezni ennyire? Igen, lehet érezni. Kérj, hogy van egy rákóc. Neked azon. Szia nagypapa, csak azért hívlak, hogy már elindultunk, és ilyen 1:30-ra leszünk ott. Kedves nézők, mint mindig, én hozom nektek a szebbnél szebb pullokat, kérlek, csodáljátok meg a Sleeping Beauty-t. Az alfó. Hogy mondta Pet? Igazából gyöngyösen van egy ilyen vicces dolog, az a neki. De nem megjön egy ilyen biztos. Ami mutattam mindenkinek. Ezt nézzétek, Geri. Nézd. Itt lehet látni. Három főút jön be. És tippeljétek meg, hol van a McDonald's. Csak nem ott, ahol három út összejön. Csak nem itt. McDonald's. Három főútnak a közepére. Szóval elég jó helyük van itt ennek a nekinek. Egyszer én is voltam itt, eladtam egy iPhone-t, vettem egy iPhone-t, vagy valami, még a régi iPhone hustler. Mert ő gyöngyösi. Én? Dehogy vagyok gyöngyösi. Itt leszünk mi, itt leszek én. Én itt már izé vagyok, törzs vendég, szóval megágyazott paplan, minden. Ez itt, barátom, egy meg kamerásom, Milán ágya. Azért a tiéd sem használ. Igen, és aztán, Geri, mutasd be az ágyatokat. Ez egy francia, egy két személyes. Nos, elindultunk a boltba, veszünk fagyit. Uram, milyen fagyit vegyünk? Fagyit? Ajajaj, csak megyünk most fagyizóba, és akkor, hogy milyen fagyit kéne vásárolnunk. Hát ezt oda is adom. Matyiba lementek, azt vásároljatok. És melyiket? Mert sokféle van. Van 5-8 fagyja. Városi vidéki emberekkel biztos lesz ilyen videókat csinálni szerintem. Hát ha találunk valami új main karaktert. Mennyi esélyt láttok arra, hogy itt egy Pedivel találkozom? Egy őszintén. Hát, nem sok. Számolok a semmit. Miért? Hát azért figyelős vagyok. Szégyellős volt szegény. Jó pul. Mi vagyunk a gyöngyösi tévés. Igen, megkérdezte a barátomtól, hogy ők itt kik tévések? Mondta, hogy igen, gyöngyösi tévés. Biztos van bol? Na, ugye már itt basszus keresik a kópot már egy fél órája. És álljatok meg, álljatok meg! Itt van a kóp? Ne, nézzétek meg! Itt van a kóp, itt állunk rajta. Itt van. Geri, mivel vendégségben vagy, nagypapám is mondta, érezd magad otthon, kirúghatsz a hámból, ajánlom neked ezt. A hú, egyébként jól néz ki. Szerintem úgy ez a legolcsóbb. Fogd meg, milyen kemény! Nyilván már fagyi. Ezt egyébként ajánlani tudja ezt, az itt az. Jobbat is választhattatok volna. Ez nem a legjobb, ez a minden nap, a körnök. De mutasd Geri, hol viszed a minden napot. Na minden nap örcsök, viszem az összes fagyit, ha viszel ezt. És így. Vettük ilyen italt, esetleg nem tudom, ezt ismerik, ez a minden nap. Ez finomságnak számít itt, vagy annyira nem a legjobb? Nem a legjobb, szar. Nem biztos, hogy minden nap. Szar. Én se. Sziasztok. Megtaláltuk az első bediket végre, ahol vagyunk, szóval csinálnánk veletek egy ilyen kis videót, ha benne vagy. Milyen videót? Ő fagyikóstolás. Kóstoljátok meg, ez a hit. Ő én személy szerint egyik legjobb fagy, amit életemben ettem. Innét még nem haradtam be, nyugodtan kóstoljátok meg. Kóstolj meg te. Fogd csak meg nyugodtan, kóstolj meg. Itt már haradtam vele, szóval nyugodtan innét, ahonnék még nem haradtam bele, és aztán egy ilyen őszinte vélemény, nyugodtan mondhatok. Honnan bírom van ez a fagyi? Van egy bolt, nem tudom is mondjuk inkább. Akkor bolt? Jó, akkor belehaladjunk? Bele, utána én is belehaladjunk. Bele? Igen, belehaladjunk. Te szereted a fagyikat, nem? Igen. Én is. Nézd meg az. Mondjuk egy csoki fagyit, azt annyira nem, de... Igen, van abból is, hogyha kérsz. Mondjuk ezt. Hit or miss? Nekem is ízlett, igen. Finom volt. Rendben, köszönjük. Meg is kezdem őt. Uram, csinálunk egy fagyi ízkóstolót, szóval ezt most kóstolj meg kell. Hit or miss? Finom vagy? De mennyire? Az itt a kérdés. Jó napot kívánok! Jó napot! Fagyi kóstolót végzünk.
Jó, így. Milyen ízű? Banyán. Nem. Citrom. A citrom, nem citrom. Kíva meg puncs. Rendben, köszönjük szépen. Köszönjük. Valami szép napot. Ezt most kerének. Ezt most kerének átra itt alap. Most odaadom kerének. Remélem nem vette észre, hogy ki jön belőle. Erről kell magad. Üzletekig. De az egyik, ő azt mondta, hogy a hitor misztra, hogy állj, de azért még inkább. Missz. Geri, muszáj megkóstolnod. Csak egy... Kont... Nem! Nem, nem! Ah, csak a szélébe, csak a szélébe. A két széléből, a tetejéből nem. Na, konten. És mondd meg te is. Hit or miss? Hol? Hanyaj? Ne, itt, mert itt a két csaj. Szóval itt. Ez a random. Aki az után jön. Ő nem kérte. Nem. Hit or miss? Ez puncs. Oh, igen, a két lány azt mondta, hogy banán. Banán. De Geri... Ez mindegy, csak nem ebben. De jó, hogy nem jó. Ugyanis most. Olyan, mint hogyha csak sima tesszint rögtök volna, és rágyomtak egy nagyon olcsó műanyag. Hit or miss? Mondjuk, szerintem. Aki belekosztolt, mondja. Hit or miss? Szerintem miss. Óriási miss. A csöves szerint nem missz. Mi? Belekóstolt, te patkány! Olyan, te olyat majszolt bele, ahol te... És tudod, hogy nézett ki? De miért adtál nekem ilyet, te? És mi van, hogyha beteg lesz, engedsz? Ez... Túl vicces volt. Nem, így... Igen. Nem akarta visszaadni. Nem volt... Kezéből kellett kiszedni. Nem volt fogadni. Elkezdte aztán... És hajt azt mondta, hogy banános ízű. De zúdarít. Szóval elszavarodt. Alig bírtuk ki Milánnal. Alig bírtuk ki Milánnal. Nevetés nélkül. Na, azt mondták, hogy benne vagyok-e a képben. Jó, alright. Nos, találtunk a nagypapámék házában egy ilyet. Először azt hiszte rá nagypapám, hogy szúnyogspré is azért vette, de kiderült, hogy ez ilyen őzgerjesztő spré, ami be kell fújnod magad vele, és akkor jönnek az őzök, vagy nem tudom, és most megszagoljuk ezt. Ő fogja kezdeni, hamburgeri, aki tartja. A másik kettő úriember, ők már elmentek. Vadászni. Azt mondta, hogy ha ez nem szúnyogspray, akkor neki nem is kell. Azt mondta, hogy zasztára is fut. Nem, de nézzek a színét! Amit amikor nyomom a pattanását. Ennyi elég, legyen már! Csereink, csereink. Éreztem valami nagyon durva román. Jó közelről, melyik cipózás? Jó. Igen, állatszaga van nagyon durván, és a húgyot is lehet érezni benne, szóval nem kamusztak, tényleg tettek bele a húgyot. Ott tudod, mire emlékeztem? Régen volt nyulam, és nyúlhúgyra emlékeztem. Amikor nem cseréled ki a nyulat ketrecét, és benhagyod a szart, a húgyot, meg mindent, meg amikor a nyúl egy helyre húgyál nagyon sokat, és megszakolod, és az a... Mi van a húgyban? Nitrán? Nitrán? Nem, nem. Felséget mondok. NH3. Mindjárt mondom, tudom, mire gondolsz. Geci. Ammónia. Ammónia szaga van, nagyon. Alright, találtunk egy disznó percselőt. Ideje megszargatni. Bezárom be. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Érdeklődnék a jófogáson feltett hirdetése iránt, Csungusz vagyok. Melyikre gondol? Antik disznó perzselőre. Ja, perzselőre, igen, megvan még. Milyen idős? Hát olyan 60-70 éves. Akkor kérem szépen, egy e-mail címet akkor legyen szíves kérni, kérem felírni, és akkor ott meg tudnánk ő egyeztetni majd. Tessék mondani! Mondhatom? Igen. Rendben, rendben. B-I-G? C-A-T K-A-I C-U-N K U-N Mi lesz ebből?
G-U-S, és akkor a kukac. Igen. Akkor eddig fel tudnál olvasni? B-I-G-G-A-K-A-I-G-U-N-S-G-S. Ő lehetne egyben is, hogy jobban értsem a hangzását? Kukac? Ez nem valahol magyar. Á, nem vagyok magyar, de kukac? Tessék? Ő nem vagyok teljesen magyar. Kukac? Igen, igen. Kukac, igen. D-I-K-K. Mail. D-I-K-K. Mail. Pont. Pont, igen. S-U-B-S-K. Igen. R-A. I-B. T. Gb. Utána. T-U. És akkor eddig. B. Egyben fel tudná olvasni? Az elejét, az ele... Az elejétől egyben fel tudná olvasni? Az elejétől? Igen, igen, igen. B-I-G. Egyben. A-I-K-U-N-S-G-S kukat D-I-K-K M Mail S-O-P-S-K-R A-G-G. Visszamegyek. Jó, akkor ő még egyszer egybe ki tudná mondani az e-mail címet, és akkor egyeztetek. Tehát, egyben az... Viszont egybe az egészet. Feleségi mondja, hogy legyen. Csakai... Csuns... Kis... Igen, és a, akkor mondhatom a végét. A T-U után M-A-J. A B után mi van? Halló? C-E-N D-E-N Ö-L pont com. És akkor egyben az egészet, megállás nélkül, és akkor egyeztethetjük is, akkor ez így jó lesz. Szops, krog, bú, de, lő, e, c, kó. Ott a t, u, az ott a máj kimaradt, az m, a, j. Akkor mondjam már előre ezt a tűni. S, o, b, s. K R A J B T U M A J K I Ö M A M A J Mátyás Ágnes József M A J Máj, igen. C. Mike. E. Elemér. Nóra. Ödön. Léna. Channel. Akkor még egyszer fel tudja olvasni? Egyben gyorsan, és akkor biztos jó lesz. Na. Szops. Krog. Kedd. Kettő. Máj. Ajcs. Dor. Do.
az már majdnem jó volt az eleje, azt lebetűzzem? Pillanat, ez nekem minek kell ez a cím? Olyan, mint valami kínzó masina. Igen. Nem lettem volna disznó. Köszi szépen. Muta. Veszünk egy random ízt. Gyerünk úgy, hogy már betolt két fagyit. Bízz bennem, Göri, ezt tetszni fog. Jó, nem baj. Elkészült a mestermű. Amit nem tud Geri, az az, hogy az aljába betettük azt a ropogós, ilyen pici, nem tudom, azokat a kicsi szargolyókat. És nem lehet hallani, de ez egy cukorbomba. És a zöld almának kula íze van. Ez milyen fasz? Amúgy jól néz ki, de... ízleni fog. Na milyen őszintén a... ez a fagy. Top, top. Legjobb életedben. Azt kellett volna lekapnod, ahogy én innen beleláttam a töltségbe, és nagyon rossz látványom. Gerire figyeljetek! Befingva? Nem. Nem. Most kell, Geri azt mondta, fingalom kell. Figyeljetek! Belefingott a tenyerébe. Nem bírtam szóhoz. Na állítok, ezt megmutatom izém is, telón is. Igen, és a, akkor mondhatom a végét, és akkor meg lesz. T-U után M-A-J. A B után mi van? Ez olyan fú volt, hogy bevágnának. Ugye milyen életünk? Igen, de jó. Mikor egy hangefekt lenne igen, csak szinte. Igen, egy hangefekt. Miközben telefonáltunk, és toltad tovább. Ja, csak így mentünk, és aztán már részre is vettük egy random. Föláll a másik is. Köszönöm.